Jó estét kívánok, szeretettel köszöntöm a Szombathely ma kedves nézőit. Közéleti magazin műsorunk, majdnem 3-4 órájában három fő témával fogunk foglalkozni. Vendégül látok ma este két kitüntetettet, az idei Szent Márton Gála Szombathely díjasát, Lendvai Rezsőt, illetve Balogh Gabriellát, aki pedagógus életművet vehetett át, hogy mit lehet róluk tudni, egy kicsit az életükkel fogunk foglalkozni. A műsor elején pedig egyik legismertebb attrakcióval, a város egyik legismertebb attrakciójával fogunk foglalkozni, amihez talán most már egy kicsit a szombathelyek kezdenek hozzászokni. Talán már elvárás is lehet, ezt majd elmondják az alkotók, mert hogy a Fényképek címmel most már november elején, 12-től egészen december 4-ig a Szent Márton templom homlokzatán lehet látni Szent Mártonról egy történetet. Na, mi ennek a történetét fogjuk megismerni itt a stúdióba, rögtön kezdünk. Háromszor, naponta háromszor is meg lehet tekinteni a Fényképek című Szent Mártonról szóló produkciót, melynek alkotói, ötletgazdái-gazdáit ülnek a stúdióban. Szeretettel köszöntelek benneteket, Grünwald Stefániát és Szekeres Krisztát. Grünwald Stefánia a Szavária Turizmus Nonprofit Kft. Ügyvezetője, Kriszta pedig a PR és marketing munkatársa ennek a produkciónak. Sziasztok! No, a felvezetőben én már azt mondtam, hát kicsit talán megelőlegezve valamit, hogy nagyon-nagyon jók a visszajelzések. Azt érzem én azzal kapcsolatban, hogy a Székesegyház homlokzatán megjelent egy várostörténeti vetítés a karnevál ideje alatt. Ez buzdított benneteket arra, hogy legyen ennek folytatása? Jók voltak a visszajelzések? Nem csak így jártunk be, keltünk be a városba? Ti is így érzitek? Egyértelműen igen, bár hogyha azok a visszajelzések nem lennének, akkor is be volt tervezve ez a novemberi fényfestés. Tehát a kettő egymástól függetlenül is megvalósult volna. De egyébként az idei két fényfestés már a harmadik a városban, hiszen volt ennek már egy talán 2010-es vagy 2011-es előzménye, amikor a Városháza melletti Kossuth Lajos utcai épületet felújították. Annak az átadása egy fényfestés keretében történt. Hogyan indult a munka folyamata? Biztos nem egy-két nap alatt lehetett összerakni azt a történetet, amit ezen a falon meg lehet jeleníteni, úgy, hogy tudjuk azt, hogy alapvetően talán itt most már mindenki ismeri Szent Márton történetét. Mi volt a te fejedben a koncepció? A koncepció leginkább az elvárások függvényében alakult. Arra gondoltunk, hogy a székesegyházi várostörténeti attrakció látványosság után ez kifejezetten egy ilyen tanító jellegű mozi legyen, vagy egy ilyen típusú fény vagy látványsorozat kerüljön a homlokzatra. És igazából ez egy 3 hónapos munka, ami ebbe a 9-10 percben benne van. Tulajdonképpen nagyon nehéz is visszagöngyölíteni, hogy honnan indultunk. Persze egy storyboarddal, egy forgatókönyvvel kezdődött, aztán azt finomítottuk, ahhoz figurákat kerestünk, azt megpróbáltuk így-úgy rajzolni, ilyen-olyan körülmények közé betenni, akkor zene, akkor hangok, sok-sok egyeztetés, sok-sok Budapest-Szombathely reláció, sok-sok e-mailváltás, sok-sok elképzelés, finomítás, és aztán megszületett, ami most látható. Nyilván nagyon fontos ennek a látvány része, de aki látta már ezt a fényfestést, az egyértelműen érzi, hogy itt valóban egy jó mesét akartatok. Miért volt ez ennyire fontos, hogy egy mese legyen a falon? Az cél volt mindenféleképpen, hogy annyi mindent tudnak az emberek Szent Mártonról, annyi mindent hallottak már Szent Mártonról, de ne legyünk már ebben mindig olyan nagyon biztosak, hogy tényleg mindenki helyére tudja tenni azokat a jeleneteket, motivumokat, amiket látunk. És pontosan, hogy a gyerekek nyelvén meg tudjuk fogalmazni ezt, és a gyerekeket belevezetni sokszor olyan motivumokba, amikkel aztán utána a városban itt-ott szembesülnek és találkoznak. És ami a legfontosabb, szerintem a felnőtteket is meg kellett tanítani arra, hogy ez a szobor, ami ott van a templom előtt, ez miről szól ez a jelenet. És van ebben a fényfestésben egy olyan motivum, ahol ez a szobor megelevenedik, vagy szerepet kap, megmagyaráztatik, hogy mit is látunk ott a Rumi Rajk István egyébként csodaszép szobrán, mert ezzel nem mindig vannak tisztában bizony még a szombathelyi felnőttek is. Úgyhogy ezért lett, hogy ez mindenképpen egy mese legyen, és hát az időpont, ugye, Stefi, tehát, hogy ezt most már nem csak késő este, mint a nyári vetítés, mert korábban sötétedik, tehát korábban meg tudjuk mutatni, és hadd jöjjenek család. Mikor is vannak ezek az időpontok? 17:20-kor kezdődik az első? Igen, 17:40 a második, és ott
Sauerman atya kérésére a harmadik előadás az este 7 órakor kezdődik, az esti szentmise után. Tehát akik misére érkeznek, azoknak is érdemes ott maradni és megnézni. Milyen kompromisszumokat kellett kötni, értem ezt abból adódóan, hogy idő kerethez voltatok nyilván gondolom kötve, tehát kellett olyan jelenetet vagy részt kihúzni, amiért fáj a szívetek, illetve mennyire határozza meg az épület. Tehát most technikai oldalról meg közelítve is, hogy talán érdekes lehet a kedves nézőknek, ami befolyásolja azt, hogy milyen lesz ez a produkció. Az épület maga maximálisan meghatározza, hiszen tökéletesen centiméter pontosan az épületre van rászabva, úgymond ez az egész vetítés. Tehát az, hogy milyen teljesítményű gépekkel, hány géppel vetítik meg, ez egyértelműen az épület és a helyszín adottságainak köszönhető. Az pedig, hogy milyen hosszú tudott lenni ez a történet, igazából ezt a rendelkezésre álló forrás tudta meghatározni, hiszen itt ennek a történetnek a leprogramozása és az elkészítése, ez percenként forintokban mérhető. Tehát az, hogy mennyi az a keret, az a 8-9 perc az adott volt eredetileg a Székesegyháznál, meg itt is, és az pedig, hogy milyen tartalom tudott belekerülni, én úgy gondolom, így Kriszta volt végis ennek a szülőanyja, de azért, ahogy így folyamatosan láttam a munkáját, olyan nagyon nem kellett megerőszakolni magát a történetet, hiszen ez adott volt, tudtuk, hogy mik azok a főbb csomópontok, amiket szeretnénk beletenni, persze kisebb-nagyobb jelenetek azok, valószínűleg módosultak, de ki nem került belőle semmi. Legizgalmasabb vagy legérdekesebb része a munkafolyamatnak, amikor mondjuk, nagyon féltél, nagyon ideges voltál, vagy nagyon-nagyon örömteli pillanat volt? Az konkrétan az első vetítés előtt volt, amikor az a víz, ami a kútból kellett volna, hogy csobogjék, az még a vetítés, az első vetítés előtt egy órával nem olyan szinten csobogott, ahogy én szerettem volna. És ugye itt úgy kell kitalálni ezt a történetet, hogy azért az emberek itt a télben hóban fagyva, és mondjuk 9 percet még elviselhetően végig tudjanak nézni. Egy nagyon fontos dolgot még hadd tegyek hozzá, hogy azt gondolom ennek a vetítésnek is, és a Székesegyházinál is így volt, hogy az a különleges attrakciója, hogy ott születik előttünk a homlokzaton valami, amit lehet fényképen nézni, meg lehet a YouTube-on is nézni, meg minden. De amikor ott van az ember, és arra a templomra vetül rá ez a történet, amelyik a legenda szerint ugye Márton szülőháza fölé emeltetett. Tehát az ad egy olyan plusz tartalmat, egy olyan töltetet, amit vetítőgép ide vagy oda, tehát az ott annyira sugárzik. Azt gondolom, annyira sugárzik ott a helyszínen, hogy ezt én azt gondolom, aki még nem látta, az mindenképpen ott a helyszínen nézze meg, mert egészen más. Ez december 4-éig lehet megtekinteni minden nap. A beszélgetést azzal kezdtük, hogy egy kicsit én már ilyen elvárásokról beszéltem, nem tudom, hogy ez most pozitív vagy negatív, de azért hadd kérdezzek rá, van tervben még hasonló folytatás, nyilván nem azt mondom, hogy minden héten, de hogy talán lehet ez egy különleges dolog itt Szombathelyen, hogy több templomot, több épületet, vannak-e ilyen felületek egyáltalán? Ugye az, hogy milyen felületre lehet vetíteni, azt nagyon meghatározza az épület ornamentikája. Tehát ha túl szabdalt, úgymond az épület, az sem jó. Hogyha nagyon sík, akkor maga az épületet. Az meg magát a vetítés élményét rontja, vagy magát a fantáziát, hogy mit lehet abból az épületből kihozni. De ha már így rákérdeztél, vannak további tervek természetesen. Elsősorban a Szavária karnevál időtartama alatt gondolkodtunk abban, hogy ha már itt Szent Márton élete megelevenedett a Szent Márton templom oldalán, akkor esetleg a város életében fontos szerepet játszó császárok életéről, vagy az ő történeteikről egy-egy kisebb epizódot lehetne majd vetíteni, de természetesen ez még jócskán anyagiak kérdése lesz majd. Természetesen formálódik ez is. Kriszta, neked szíved szerint mi lenne az a következő projekt, amiben úgy dolgoznál. Van ilyen formálódik? Mögötted nagyon jó épületek vannak egyébként. Én most rögtön felfigyeltem ezt a víztoronyra, amelyik ugyan tudom, hogy problémás, mert egy íves, egy gömbölyödő felület, meg hát oda nehezebb is az embereket talán kicsalogatni, vagy kicsábítani. Tehát itt mindig a helyszínnek ezt a választását is jól meg kell gondolni, hogy az vajon hogyan megközelíthető az emberek számára, az hogyan bejárható. De hogyan kell mondani ezt elegánsan? Minden megoldás érdekel. Köszönöm szépen, legyen ez a végszó, köszönöm, hogy itt voltatok önök, és gratulálunk, és köszönjük ezt az élményt. Köszönjük. Kedves nézőink, folytatjuk a műsort egy picit más témával. A Szent Márton Gála részletét fogjuk megmutatni önöknek. Szombathelyen díjat vehetett át az idei Szent Márton Gálán Lendvai Rezső. Mutatjuk a részletet.
Szombathelyért díj adományozható annak a szombathelyi polgárnak, illetve kivételesen indokolt esetben nem szombathelyi személynek, aki Szombathely megyéjogú város társadalmi, gazdasági életében végzett kiemelkedő munkásságával a város polgárai közében közmegbecsülést tett szert. A Szombathelyért díjat 2016-ban Lendvai Dezső veheti át. Lendvai Rezső mentőszolgálati pályafutása során rendszeres, aktív résztvevője volt az első segélynyújtás, az oxiológia tárgykörében rendezett helyi, regionális, illetve országos rendezvényeknek, kongresszusoknak. Országosan ismert és elismert programot alakított ki az óvodásoknak, általános iskolásoknak szóló első segélynyújtás tananyagának összeállításában. Lelkes érdekképviselőként hosszú éveken át szakszervezeti titkári funkciót is betöltött. Tagja a Magyar Oxiológiai Társaságnak, a Magyar Mentő és Mentőtiszti Egyesület Etikai Bizottságának, a Vasmegyei Mentésügyi Alapítvány Kuratóriumának, a Magyar Katona Katasztrófa Orvostani Társaságnak. 1990 óta a Magyar Máltai Szeretett Szolgálat elnökségi tagja. A Katasztrófa Védelmi Szakszolgálat Nyugat-Dunántúli regionális vezetője volt 2008-tól 2016-ig. Második ciklusát tölti a szombathelyi székesegyházi főplébánia világi elnökeként. A székesegyház bombázásának és újjáépítésének évfordulóján készült emlékkönyv és kiállítás meghatározó szervezője. Összegyűjtötte Szombathely tűzoltó és mentésügyi tradícióinak és tárgyi emlékeinek írott emlékeit, írásba foglalta azon történeteket és történelmi tényeket, amelyek szervesen összekapcsolódtak az 1872-ben alakult szombathelyi önkéntes tűzoltó egylet históriájával. Gratulálunk! A díj átadásához felkérem még dr. Takásné dr. Tenki Máriát, a Jogi és Társadalmi Kapcsolatok Bizottságának elnökét, mellette a Szombathelyért díjat átadja dr. Puskás Tivadar polgármester, illetve Kocka Tibor alpolgármester. Gratulálunk a díjazottnak! Kedves nézőink, a stúdióban pedig szeretettel köszönhetem Lendvai Rezső mentőtisztet. Jó estét kívánok! Jó estét kívánok! Köszönöm, hogy elfogadta a meghívásunkat, szívből gratulálok ismételten. Köszönöm. Kezdjük is ezzel. Mit jelent önnek ez a díj? Milyen érzés volt akkor ezt ott kint állni, átvenni? Hát mindenképpen megtiszteltetés, és különösen azért nagyon értékes számomra, mert Szent Márton évben kaptam, és egy picit talán az én segítésről szóló életemnek egy picit talán koronája is volt. Talán találkozott egymással a díjat átadók, díjat akarók és az én lelkiségem. Picit, ha lehet, akkor tekintsünk végig az ön életpályáján a kezdetekhez. Mikor és hogyan került a mentőszolgálathoz? Mikor gondolta azt először, hogy önnek ott lesz feladata? Igen, hát nyilván a családindítatás. Édesanyám a háborúban önkéntes ápolónő volt, és egy picit az egész családunkra rátette, rányomta ez a bélyegét, és tehát a segítés az valahol egészen különleges helyet foglalt el. És nyilvánvaló számomra is már nagyon korán a mentő megfogalmazott, és nyilván akkor még a honvédségnek a kötelezettsége ezt egy picikét tolta, de utána rögtön, már a leszerelésemet követő napokban már ott voltam, és valójában akkor indult a pályám. Akkor milyen pozíciót foglaltott el, milyen feladatokat? Hát, mentőápoló voltam. A honvédség előtt még voltam nőttő segéd, tehát a katonaság után akkor már mentőápoló
ápolóként, segédápolóként végül is, és akkor ott végeztem el a mentőszakápolóit, és végeztem el a mentőtiszti főiskolát. És így módon kötődtem 4 évtizeden keresztül valójában a mentőköz. És hát ez nekem egy külön világ volt. Tehát megtapasztalni azt, hogy kiszolgáltatott, a legnagyobb bajban lévő emberek között lehetek, az emberi méltóság kérdéseiben hihetetlen mélységekben mehettem le, a rengeteg újraélesztés és a halál közel lévő emberrel való kapcsolat, kommunikáció az hihetetlen módon fejlesztett. Tehát szerencsés embernek mondhatom magamat, ez a kegyelem állapota végül is. Igen, nagyon fontos az indítatás, ahogy mondja, gyermekkorából már tól ezt látta, és akkor ezek a pillanatok, mégis mi az, ami ebben a hivatásban, amikor már munkáját végezte, igazán megérintette? Kérdezem talán inkább úgy, hogy mi lett a hitvallása a munkája során? Én azt gondolom, hogy a hitvallás megfogalmazás nélkül is létező. Ha az ember úgy megy szolgálatba, hogy örömmel megy, mert érzi, tudja azt, hogy lesznek olyan szituációk, különböző szituációk, amikor segíteni lehet a legnagyobb bajban lévő, én azt hiszem, hogy ez akár hitvallás is lehet, ha éppen most megfogalmazzuk. Tehát ami egészen különleges, hogy ha az ember ebben a közegben, vagy abban a közegben, amelyikben végzi a szolgálatot, az őt emeli, és az ő értékrendjével azonos, vagy annak megfelelő, akkor a munka is öröm, vagy a szolgálat is öröm. Szívügye a mentőszolgálat mellett az első segélynyújtást, egy országos programot is szervezett. Ez mi ennek a lényege? Hát a lényege végül is az, hogy az első segélynyújtást mindenkinek meg kell tanulni. Ezt 30 évvel ezelőtt éppen Szombathelyen indítottuk a Dési Általános Iskolában, amikor tankönyvet készítettem arra vonatkozóan, hogy hogyan lehet őket órarendbe beépítve biológus tanárok által tanítani az újraélesztésre. Akkor még szakmailag nagyon sok vita volt ebből, nagyon sok ütközésem volt szakmai konferenciákon, és hála Isten, a mai nap éppen Szombathely mutatja a példát az országnak és a világnak is. Bocsásson meg, hogy szavába vágok, engem ez érdekel, hogy mi volt az ellenállásnak az oka. Ez annyira természetes, hogy a mai fejünkkel gondoljuk ezt, hogy igen, a fiatalok minél korábban ismerkedjenek ezzel meg, és tudjanak erről, még ha nyilván nem is ők lesznek azok, akik egy problémás helyzetbe helytállnak, de még akár az is lehet. Miért volt ez akkor ellenállás? Igen, ez egy szakmai kérdés volt. Egyik oka elsősorban az, hogy akkor az a nézet terjedt el, illetve létezett, hogy a mellkas kompressziónak a végzése, tehát a szívmasszázs régi nyelven végzése adott esetben veszélyt jelenthet a betegnek, sőt megöli a beteget. Na most, ha olyan ember kezdte végezni, akinek nem volt megfelelő a tudása, akkor megölhette a beteget. Ez volt az egyik legfőbb. A másik pedig az, hogy egy picikét azért ez a laikusoktól távol tartott terület volt, és az egészségügynek bizonyos köreiben ez igazán nem volt, hogy mondjam, nem volt igazán szándék arra, hogy ezt megtanulják. Saját belkekbe próbálták ezt a kérdést, ez volt a másik. És nyilván a sürgősségi szakmai vonal ebben a kérdésben rendkívül mód ellenállt. Az utolsó pár év az, ami egy picit megtörte ezt az ellenállást. Az élet öntigazolja ezek szerint, igen, és pont itt Szombathelyen az előbb tetszett mondani, de gondolom ez országos szinten is működik most már, hogy fiatalok valamelyest működik, de ezért Szombathely élen járó. Tehát ez a Puskás polgármester úr által elindított így nagymértékű és iskolákba lemenő, sőt most már nem a 8. már az 5. osztályig lemenő, ez valami fantasztikus nagy áttörés, csak hát most már ezt a vonalat nem lehet megállítani, meg azóta eltelt 30 év. Másik nagyon fontos téma az ön életében, betegjogi képviselő feladatokat látott el. Milyen célokat fogalmazott meg ezzel a munkával kapcsolatban? Hát ugye az ember életében vannak történelmi pillanatok. Ez is egy történelmi pillanat volt, hogy megszületett az 1997-es egészségügyi törvény. Azt követően három év múlva megindult a betegjogi képviselő szolgálat, azt föl kellett építeni. Föl kellett építeni a gyakorlatban is, elméletben is, és ebben részt vehettem, ez nagy dolog. Sőt, néhány kiadvány készítésével személyesen is hozzájárulhattam. Itt pedig az emberi méltóságnak a védelme és a betegjogoknak a védelme, amely nem a harcot, nem a pert vívja ki, hanem az egyeztetést, a békekötést, hisz mindenkinek ez az érdek, és ebbe sikerült úgy érzem eredményt elérni a másfél évtized alatt. Aztán nagyon fontos az ön életében a
kutatás, méghozzá a város mentésügyi történetének a kutatása. Ezzel mikor találkozott először, és mikor kezdett így belemélyedni, könyvtárakat bújni? A 70-es évek elején. Uh-huh. Én azt gondolom, hogy a múlt megismerés az valamennyiben benne van. Egy ilyen egészséges kíváncsiság. Na most tekintve, hogy a mentés érdekelt, az elsőségintes története is érdekelt, ezért valójában evidens volt az, hogy elkezdem a levéltárot, és azokat az embereket, akiket még akkor meg lehetett találni, akik még a múltról tudtak szólni. A tűzoltó történet és a mentés történet az együtt volt, hisz a tűzoltóság kebelén belül működt a mentés. 1904-ben alakult a mentőosztály. Na most itt gyakorlatilag három kiadványt sikerült megjelentetni a mentésügyi alapítvány jóvoltából vagy segítségével. Egyik ugye 1872-től 32-ig, amikor az önkéntesség volt, 32-től 48-ig, amikor már hivatásos, és hát 48-tól pedig, amikor állami lett. Na most hát ebben még mindig van feladat. Tehát itt mondjuk még nem érzem, hogy vége van. Íróasztalban még van néhány anyag. Kérdés, hogy erre majd lesz lehetőség, de még nagyon sok minden van. Tűzoltó barátainknak is azt ajánlottam még, hogy nekik is a tűzoltásnak a régi módszerében hihetetlen sok érdekesség van, ami talán még ma is hasznosítható. Mi volt az, vissza lehet erre emlékezni, azért jó pár évtizedet feldolgozott be a három kötetbe, ami önnek is a legnagyobb meglepetés volt, amikor kutatott a levéltárba, talált valami olyan iratot vagy érdekességet, vagy olyan dolgot, amit azt mondja, hogy a mai napig érdemes használni, átmenteni, vagy ugyanúgy végzik, mint annak idején. Számomra Brucser József, az a tűzoltó parancsnok, aki a mentőosztályt alapított, az ő élete volt az, ami nagyon megfogott. Elsősorban azért, mert olyan módon élt, és olyan módon alkotott ő tűzoltó parancsnokként egészségügyi feladatokat, ami ma is példaértékű. Ez az egyik. És az ő sírjának a megtalálása volt talán nagyon érdekes, amikor Lázár Béla bácsi, aki 90 évesen vezetett el engem vakon oda a sírhoz, és azt mondta, hogy itt kell ennek lenni, a nagy bozótba, és ott találtuk meg a sírját, és azóta már természetesen évente ünnepeljük őt. Tehát én azt hiszem, hogy mondjuk ez annyira hozzátartozik Szombathelyhez, hogy enélkül Szombathely kevesebb lett volna. Még egy kérdésem lett volna, de tulajdonképpen arra már válaszolt, hogy van még az asztalfiókba feldolgozatlan téma. Én várjuk ezt a témát, várjuk az újabb kiadványt, és szépen gratulálunk. Még egyszer köszönöm, hogy itt volt velünk. Én köszönöm, és köszönöm a nézőknek a figyelmet. Kedves nézőink, folytatjuk. Ismét egy díjazottat fogunk vendégül látni itt a stúdióban. Pedagógus életmű díjat kapott az idei Szent Márton gálán Balogh Gabriella, Puskás Tivadar fém és villamosipari szakképző iskola korábbi igazgatója. Nézzük most meg ezeket a pillanatokat. Pedagógus életműdíj adományozható annak a pedagógusnak, aki hosszabb időn át, de legalább 25 éven keresztül kiemelkedő nevelő-oktató munkájával és életével a szülők, a diákok és pedagógus társai körében közmegbecsülést szerzett. A pedagógus életműdíjat 2016-ban Balogh Gabriella veheti át. Balogh Gabriella 1978-ban végzett matematika-fizika szakos általános iskolai tanárként, majd 1982-ben fizika szakos középiskolai tanári diplomát szerzett az Eötvös Loránd Tudományegyetemen. Mai munkahelyén a Puskás Tivadar fém és villamos ipari szakgimnázium szakközépiskolai és kollégiumban 1984 óta dolgozik. Tanulmányi versenyeken elindított tanulói nagyszerű sikereket értek el. Kezdetektől fogva osztályfőnök, munkáját mindig teljes erőbedobással végezte, mellyel elnyerte kollégái elismerését és tiszteletét. 1996-tól igazgatóhelyettesként, 2004-től pedig igazgatóként tevékenykedett, az iskola érdekeit mindig szem előtt tartva. A határon átnyúló szolárpályázat sikeres befejezése után elindult az akkreditált felnőtt képzés. Az iskola az ő vezetése alatt technikai felszereltségben sokat fejlődött. Fontosnak tartotta a tanulók aktív bevonását a kulturális műsorok, megemlékezések lebonyolításába. Az ő vezetése alatt történt az iskolák összevonása. Tagintézmény vezetői megbízatása 2016. június 30-án lejárt,
munkáját középiskolai tanárként folytatja tovább a közelgő nyugdíjazásáig. Munkáját alázattal, szerényen, szorgosan végezte. Nagy szerepe volt az iskola arculatának kialakításában. 2011-ben megkapta a Szombathely Oktatás ügyéért díjat. Gratulálunk! Pedagógus életműdíjat átadja dr. Puskás Tivadar polgármester úr, Kocka Tibor a polgármester úr és Rettegi Attila bizottsági elnök úr. Kedves nézőink, nagyon szép, megható pillanatokat láttunk ismételten. Vendégem a stúdióban Balogh Gabriella, kezi sokkolom. Jó estét kívánok! Köszönöm szépen a meghívást! Hát aki akkor nem látta, az most láthatta. Valóban nagyon szép pillanat volt. Megilletődve, meghatódva vette át ezt a díjat. Mit jelent ez önnek? Hát nem is tudom megfogalmazni. Én abszolút nem számítottam erre, és az őszi szünetben a unokáimmal voltam otthon, és akkor csengettek az ajtón. Mondta az úr, hogy a polgármesteri hivatalból hozott nekem egy levelet, és akkor olvastam, hogy milyen díjat kaptam. Mérhetetlenül meg vagyok hatódva, és büszke vagyok arra, hogy elismerték a munkánkat, mert úgy gondolom, hogy ez az iskola érdeme is, nem csak az enyém. Picit szeretném önt is arra kérni, hogy tekintsünk vissza a főbb pillanatokat, elevenítsük fel az ön életpályájából. Hát egyáltalán miért gondolta azt, milyen indítatásból, hogy tanár lesz, pláne matematika-fizika szakos tanár? Hát én egy falusi lány vagyok, nagyszüleim paraszt emberek voltak, a szüleim is egyszerű emberek voltak, és én kiskoromtól kezdve úgy gondoltam, hogy én tanár leszek. És ez nem is változott meg az évek során. Ez miért? Sok gyerek, és akkor gyerekekkel nem foglalkozott? Vagy? Nem tudom, hát a faluval sokat játszottunk együtt, ugye kicsikkel, nagyokkal, és valószínű, hogy talán ez indított erre. Aztán a gimnáziumban, Szent Gotthárdon érettségiztem, a Vörösmarty gimnáziumban. Ott egy fél év múlva kiderült, hogy engem a matematika és fizika érdekel, meg még a testnevelés, de aztán a matematika-fizika mellett döntöttem. Nagyon kemény tanárunk volt. Felvételiztem Pécsi Tanárképző Főiskolára, és ott matematika-fizika szakos diplomát szereztem. És azután munkába álltam, Pápán kezdtem egy szakmunkásképző intézetben, és aztán rögtön beiratkoztam a levelező tagozatra az ELTE-re, és akkor ott szereztem középiskolai tanári oklevelet. Mindig is ezt a korosztály, ebben a korosztályban gondolkodott, amikor azt gondolt, hogy tanár lesz? Tehát, hogy nem a kisebbeket, hanem az igazság, hogy Pápa után ide költöztünk Szombathelyre, és akkor egy évig általános iskolába dolgoztam, az Oladi általános iskolába, és akkor nagyon-nagyon ragaszkodóak voltak a kisebbek, de nekem ez egy picit terhes volt. Lehet, hogy én már megszoktam a korábbi években a kamasz gyerekeket. És egy évnyi Olad után a jelenlegi munkahelyemre kerültem. Ez hogyan történt a váltás? Ön kereste ezt a lehetőséget, vagy szerencsés véletlenek? Akkor, amikor ide költöztünk Szombathelyre, én már érdeklődtem az itteni szakmunkásképző intézetben, és akkor mondta az igazgató úr, hogy következő évben lesz hely, és egy évig szerződéssel voltam az általános iskolában, és utána pályáztam, és akkor azóta is ebben az iskolában vagyok. És akkor ott már a diákok már úgy reagáltak a matematika órán, fizika órán, hogy az önnek tetszik, és gondolom voltak olyan pillanatok, amikre érdemes visszaemlékezni, mert bár itt van ez a nagyon szép elismerés, és hát azért az, nyilván szakmabeliként én is tudom, hogy a legnagyobbak általában a diákoktól jönnek. Tud erre visszaemlékezni? Ami nagyon-nagyon jól esett, és meglepetésszerű volt az is. Hát az igazság, hogy a versenyeredményeim azok nagyon jó érzéssel töltöttek el, nyilván a gyerekeket is. Amikor a országos verseny országos döntőjében volt egy második helyezettem, Benkő Dezsőnek hívják a fiút, hát ő nagyon-nagyon hálás volt, és balagáskor kapott tőlem egy fizika könyvet, és ennek nagyon-nagyon örült. Levelező tagozaton is tanítottam itt ebben az iskolában, és a múltkor például találkoztam egy fiúval, aki
aki pénzügyben dolgozik, és azt mondta nekem, hogy tanárnő, ön tanított meg engem a matematikára. Szóval ez is egy... Igen. 2004 a következő dátum, ekkor nevezték ki igazgatónak, akkor milyen célokat fogalmazott meg, mi volt a legfontosabb ön számára, hogy az iskolát milyen irányba vezeti a továbbiakban, milyen új gondolatok merültek akkor fel? Hát az az igazság, hogy 2004-ben én még igazgatóhelyettes voltam, és az akkor igazgató Német István nagyon váratlanul elhunyt. Ha ez nem történik, akkor én soha nem leszek igazgató. Tehát én nem akartam igazgató lenni. És akkor megbíztak engem egy évre, és utána a kollégák javaslatára vagy támogatásával pályáztam. A megkezdett út, amit a Német István elkezdett, az nagyon jó volt, és én azt az utat akartam vinni, és amit igazgatóhelyettes koromban is megfogalmaztam, hogy én nagyon szerettem tanárként az osztályfőnöki munkát, és igazgatóhelyettesként azt gondoltam magamban, hogy majd én az egész iskola osztályfőnöke leszek. Na, ezt a gondolatot is szerettem volna tovább vinni. Ez a gyakorlatban mit jelentett, hogy milyen irányba fejlődött az iskola? Az igazság, hogy én azt gondolom, hogy én igazgatóként sokkal többet voltam a gyerekek között, sokkal több gyereket ismertem például név szerint, mint ahogy én azt gondolom másút szokás. Így rászóltam a gyerekekre a folyosón, hogy Pisti, vagy Karcsi, és akkor miért tanárnő tudja a nevemet? Szóval ezek is olyan jó dolgok voltak. És az a technikai fejlesztés, amit az elődöm megkezdett, az lehetséges volt a szakképzési hozzájárulások segítségével, és természetesen itt is a közvetlen munkatársaim nagyon sokat segítettek, hát nélkülük azt nem lehetett volna megtenni. Kommunikációt említette a diákokkal, de gondolom nagyon fontos volt a pedagógusokkal, a szülőkkel is. Mi volt itt a legfontosabb? Hogyan tudta megtalálni mindenki ez a megfelelő utat? Én azt gondolom, hogy én egy szerény embernek gondolom magam, és mivel egy falusi lány vagyok, ezért az ugye egy szakképzőiskolában nagyon sok egyszerű emberrel, egyszerű szülővel találkozik az ember, és én igyekeztem velük is megtalálni a hangot. És azt gondolom, hogy ugyanez vonatkozik a kollégákra is, és a közvetlenség. Tehát az, hogy az én ajtóm mindig nyitva van, az nem csak egy szlogán, hanem valóban így volt, azt gondolom. Aztán hát változások történtek. Igen. Az iskola rendszerben, az intézmény rendszerben, és hát itt meg kellett küzdeni különböző szinteken feladatokkal, fogalmazzunk így, hogyan lehetett ekkor ezt így átvinni, hogyan lehetett kezelni ezeket a helyzeteket. Mi volt a legnehezebb, vagy mi volt az, amit ön úgy érez, hogy igen, ezt sikerült jól megoldani, és kellettem ehhez én? 2004-ben már elkezdődött az, hogy megalakultak a térségi integrált szakképző központok, a TISZKek. Ez egy hálózatos együttműködés volt, ez még egy nagyon laza kapcsolat volt. De már nem a régi. És aztán 2011-ben a Szombathely megyei Jógúváros úgy döntött, hogy összevonja a műszaki szakképzést folytató iskoláit, és akkor mi a Puskás lett a vezető intézmény, és engem bíztak meg a vezetéssel. Na, amikor kiálltam a három iskola tantestülete elé szeptember 1-én, akkor nehéz volt. Tehát most ezt tessék elképzelni, hogy a Puskásnak az igazgató nője a gépiparisok igazgatója lett. Tehát Szombathelyen azért ez... Igen. De én azt gondolom, hogy azok a korábbi egymásnak feszülések, amik az első hónapokat jellemezték, azok lecsitultak. Azt akartam kérdezni, hogy szeptember 1-éhez képest mennyi idő telt el addig, ameddig úgy érzi, hogy aztán megtalálta mindenkivel a hangot. Én azt gondolom, hogy egy fél év múlva kiderült az, hogy az iskolák a szakmai munkájukat önállóan folytathatják. A munkaügy és a gazdaságügy került központosításra, tehát tulajdonképpen a napi gyakorlatban a gyerekek pláne nem éreztek semmit, és ez volt a célom nekem, hogy a tanulók és a szülők ne érezzék ennek hátrányát. Aztán azután volt a 2013-ban a klik, hát az is egy másik történet volt, és 2015. július 1-től pedig megalakultak a szakképzési centrumok, akkor a három iskola
megszűnt Szombathelyi Műszaki Szakképzőiskolának lenni, akkor megint visszanyerték önállóságukat az iskolák, és így most a szakképzési centrumhoz tartozunk, és tagintézmény vagyunk. Jó, úgy érzem, hogy igen, ezt most nem kommentáljuk. Ez nyilván egy hosszabb időnek kell eltelni annak, hogy erről lehessen beszélni. Beszéljünk inkább arról, hogy idén lejárt ugye a tagintézmény vezetői megbízása, igen. És nagy örömmel tanárként, vagy örömmel, nem tudom, ez el fogja mondani, tanárként dolgozik tovább, de talán azt gondolom, hogy egy pedagógus életében lehet, hogy ez így is szép, jó. Hogy éli ezt meg, hogy most a vezető pozícióból ismét úgymond a katedra? Az az igazság, hogy az elmúlt tanévben kérdezték tőlem a kolléganők, hogy te biztos meggondoltad ezt? És mondtam, hogy igen. És hát most 26 órában tanítok, és például holnap lesz 8 tanórám, azért az kemény. Megmondom őszintén, hogy azért az kemény. De továbbra is azt gondolom, hogy én szeretek a gyerekek között lenni, és szeretem a szakmámat, úgyhogy... Jól döntöttem. Gondolom izgalmas az, hogy azért azokat a módszereket, amiket annak idején kezelt, azokat ma már nem biztos, vagy azokat kiegészítve hát a mai fiatalokhoz az út, aztán tudjuk, hogy egész más lehet a tabletek és a számítógépek világában, de nem feltétlenül csak erre kell gondolni, hanem arra, hogy hát mennyi hatás éri őket, hogyan lehet velük megértetni, hogy a matematika szép is lehet és fontos lehet, még ha nem is lesznek matematikusok. Én egyébként a döntésem egyik oka, hogy én elmegyek majd nyugdíjba a tanév végén, ez volt, hogy ez már egy másik generáció. Tehát szoktam mondani a gyerekeknek, hogy én nem értelek benneteket, ti meg nem értitek azt, amit én mondok. Hát én igyekszem a matematika és a fizika szépségeire felhívni a figyelmet. Fizikában például viszonylag sokat kísérletezem. Habár a kísérletek is nekik már nem olyan sokat mondanak, mint annak idején nekem, például középiskolás koromban, tehát ez egy tényleg másik generáció már. Talán a beszélgetésünk végére két kérdés rövid válaszsal beleférhet. Az egyik az, hogy most egyre jelentősebb lesz talán megint a tanárképzés itt Szombathelyen is, és egyáltalán szükség lesz új tanárokra. Egy mondat nekik, miért menjenek tanárnak? Azért, mert rendkívül sok öröm jár, és a gyerekek ragaszkodása az rendkívül fontos dolog, és jó érzés. A másik kérdésem pedig, köszönöm, nyugdíjas évek következnek, van valami elképzelés, konkrét terv, hogy na most lesz, erre lesz időm, és végre csinálhatom ezt, vagy azt? Hát az az igazság, hogy én most is rendszeresen sportolok, azt nyilván folytatom, emellett biciklizem, van egy, a szülői háznál megvan a kertem, kertészkedem, és sokkal több időt fordítok majd az unokáimra és a gyerekeimre. Nagyon sok erőt, sok szép pillanatot, jó egészséget kívánok, és köszönöm, hogy itt volt velünk, gratulálok még egyszer. Nagyon szépen köszönöm a meghívást. Köszönöm. Kedves nézőink, a mai műsorba ennyi fért. Köszönöm, hogy ismét velünk tartottak. További jó televíziózást. Viszontlátásra. A műsorvezetőt öltöztette Jean Store. Minden, ami divat.